Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Kedd este van, 2:24-el kezdjük az egyenes beszédet Horn Gáborral és Deák Dánielre, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én pedig Rónai Egon vagyok, és azt hozom ide először, hogy ma megszavazta a parlament a rendkívüli jogrendet. Egy különbség volt csak a teljes összhanghoz, a teljes egyetértéshez, egyetlen egy nem szavazat érkezett. Az, hogy most megszavazta az ellenzék, amit tavasszal nem. Túl azon, hogy értjük, hogy tavasszal miért nem, és most miért igen, ugye most van 90 napos határidő. Mit változtat ennek a jogrendnek a működésén, súlyán, használhatóságán? Hát szerintem sokat nem, annyit talán igen, hogy a teljes magyar politikailag aktív társadalomnak van egy üzenet, hogy emögött mindenki ott áll. Ez egy fontos dolog azért szerintem, tehát azért ez az egész, amit láttunk, ez egy pszichológiai hadviselés is, hogy elhisszük-e, hogy baj van és mekkora ez a baj. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy ez egy helyén való döntés volt az ellenzék részéről, hogy miután teljesítette a kormány a legutóbbi kérést vagy követelést, hogy legyen határideje annak, hogy meddig tart ez, még akkor is, hogyha tudjuk mindannyian, hogy meg lehet hosszabbítani. Ezek után egyébként egy sokkal nehezebb helyzetben, mint ami tavasszal volt, mert ugye ma már elfelejtjük, hogy utólag persze könnyű ezt mondani, de hát tavasszal azért ahhoz képest, amit most láttunk, a magyar helyzet, hát, hogy mondjam, egy kellemes kis polgári esküvőnek tűnhetne, akkor persze nem tudtuk, hogy mivel állunk szembe, de azt gondolom, hogy helyén való egy ilyen helyzetben a felsorakozás, még akkor is, hogyha az embernek vannak kérdései, mint hogy nem csak nekem van, az ellenzéki politikusoknak. Előbb, amit mondtál, abból azért nekem az az olvasat is kijön, hogy akkor ezek szerint tavasszal az ellenzék nem vette annyira komolyan ennek a járványnak az egységes kezelését és az üzenetet, ami fontos lett volna a társadalom felé, most meg annyira komolyan beszél. Hát szerintem rosszabb a helyzet minden szempontból, nem csak azért rosszabb, mert sokkal többen halnak meg, mert többen vannak kórházban, bocsánat, Dani, csak abban az értelemben is, hogy sajnos lazábbak vagyunk, felelőtlenebbek vagyunk mindannyian, tehát egyszerűen a múltkor volt egy össztársadalmi megijedés, most meg van, ha nem is azt mondom, hogy össztársadalmi, de egy jelentős felelőtlenség mindannyiunkban. Nem érzékeljük, hogy mi van. Sokkal nagyobb a baj. Ezért mondom, hogy itt ez egy újabb nyomás, én senkit nem irigylek, aki akár leginkább a kormányt nem irigylem, nem szoktam egyébként se, de most különösen nem, de az ellenzéki politikusokat sem, borzasztó nehéz helyzet ez, ennél kevésbé csak az egészségi dolgozókat. Ezt örömmel hallom, hogy most Gábor arról beszél, hogy tavasszal sokkal jobb volt a helyzet. Szerintem mi ültünk ebben a stúdióban, vitatkoztunk, és akkor szerintem te is mondtad, de más ellenzéki véleményformán számtalan alkalommal elmondta, hogy már akkor szörnyű a helyzet, ugye a parlamentben például Arató Gergelytől hallgathattuk, hogy nincsen tesztelés, nincsen kontaktkutatás, a kormány elvesztette az uralmát a járványra. Dani, nagyjából ez így volt, nem volt tesztelés, tavasszal sem volt, csak akkor volt egy nagyon erős zárás, ami megfogta a járványt. Hogy ugye Merkeliek csináltak akkor egy országos reprezentatív mintán tesztet, és mondták, hogy igenis, nagyon jól mértek. Május végén. De csak azt mondani, hogy május végén. Nagyon jól ők bemérték, hogy egyébként nagyon jól körül tudták határolni azokat a csoportokat. Mondom, hogy május végén csinálták ezt a kutatást. Ezt utólag nagyon jól be tudták mérni, hogy azokat a csoportokat tesztelték és központilag megtalálták, akik fertőzöttek voltak, potenciális fertőzöttek voltak. Ezt a professzorok mondják, nem én, ezt nézzetek. Jó, de ugye akkor az ellenzék nem az utólagos tesztelést követelt, hanem a jelen idejűt. Csak azt akarom mondani, hogy ugyanezeket meghallgathattuk tavasszal is, tehát akkor Gábor nem azt mondta, hogy ez nagyon jó volt a helyzet, és azért nem is gondoltam akkor se azt. Most szerintem azért, mert a társadalomban, most azért kutatások bizonyítják, pártpreferenciában mérhető változások következtek be a nyár után, hogy a társadalomnak az a megítélése, hogy a tavaszi első hullámot jól kezelte a kormány, akkor viszont az ellenzéki politikusok azt mondták, hogy nem kezeli jól, tehát itt van egy ilyen ellentmondás a kettő között, illetve hogy a rendkívüli jogrend kapcsán is tavasszal nem csak az volt a problémájuk a ellenzéki politikusoknak, hogy nem volt benne mondjuk a 90 nap, mert nagyon sok olyan ellenzéki megszólalás volt, aki azt mondta, hogy eleve a különleges jogrendre nincsen szükség, és nagyon sok olyan véleményformálói álláspont is volt az ellenzéki térfélen, miszerint eleve ez a koronavírus járványnak tehát a koronavírus törvény, az nem csak a járványra térek, hanem sokkal több mindenre. Tehát nagyon sok olyan megnyilatkozás volt akkor, ami nem csak az idő... Hát nem is teljesen alap nélkül ez az utóbbi része, azért ez több ponton elérhető volt, hogy nem csak a járvány elleni védekezésre használták. Nagyon úgy tudjuk, ugye, hogy jaj, a tavasszal milyen jó volt a helyzet, könnyű volt, most ezt meg elmondják. Nem, akkor, hogyha visszanézzük az akkori parlamenti vitákat, megszólásokat, akkor elmondták, hogy összeomlik az egészség. Jó, de ez most,
borzasztó a helyzet, és nem következett utólag be, és a koronavírus törvény kacsáját fel a rendkívüli jogrend kapcsán sem csak az volt a probléma, hogy nem volt benne a 90-nap, sokkal több kritikát kapott az a törvény, és érdekes mondani, és ezt nagyon örömmel látom, hiszen nemzeti összefogás a cél, úgy tűnik, hogy belátták az ellenzéki politikusok. Nem lehet, hogy akkor a baj és a politikusok felelősségérzete van akkora, hogy azt mondják, hogy a fenntartásaink kevésbé fontosak, mint a járványügyi védekezés? Reméljük, hogy ez, tehát ez nagyon jó. Mert akkor ez ennyi? Ez egy jó irány, tehát az, hogy most az ellenzék is ezt megszavazta, ez egy nagyon pozitív irány, a nemzeti összefogás irányába mutat. Kérdés az, hogy a megnyilatkozása során ugyanazt fogják-e folytatni, mint eddig. Ugye a parlamenti vitákat véleményük nézte, attól még lehet? Orosz Lajosnak ugye az ügye az többször felmerült a parlamenti viták során. Ugye a kamu videó mellett most ez a hétvégi posztja is, amiben statisztikai adathamisítással vádolják, tehát nagyon sok ilyen ügy van ellenzéki oldalon. Reméljük, hogy nem csak a parlamenti szavazásnál mutatkozik meg ez az ellenzéki változás, hanem tényleg a kommunikációban is. Csak ugye az, hogy kezelte a kormány? Szerintem március-áprilisban a magyar társadalom kezelte idézve jól. Azt nem tudom, hogy jól-e, mert pont azért nehéz most a helyzetünk, mert azt gondoljuk sokan, szerintem például a miniszterelnök is ellentétben veled, hogy nem kezeltük jól közösen akkor a helyzetet. Nem tudtuk, hogy miről van szó. Én se tudtam, a miniszterelnök se tudta, ez a legkevésbé fontos, mi ketten nem tudtuk, az ország nem tudta, ezért megállítottunk mindent. De az ország tudta, csak ti ketten nem. Nem, azt gondolom, hogy igen, ma azt látjuk, hogy azt gondolják, akik ezen gondolkodnak, hogy rosszul kezeltük akkor ezt a válságot, de annyira meg voltunk ijedve, és nem tudtuk, hogy miről van szó, hogy tulajdonképpen nem tudtunk más csinálni, tehát nem a kormány, hanem a magyar társadalom. Most azt látjuk, nem véletlenül mondom ezt, amit mondom. Voltaképpen te is ezt mondtad, hogy fegyelmezetlen. Igen, most azt látjuk, hogy a politikai erők azon gondolkodnak, és ez leginkább egyébként a kormányfőn és környezetén látszik, hogy lehet megoldani azt a szinte megoldhatatlan problémát, hogy működjön valamennyire a gazdaság, de közben minimalizáljuk a halottak és az áldozatok számát. Ez egy nagyon nehezen megoldható kérdés, ebben ingadozunk, tehát szó sincs arról, hogy március-áprilisban hát jól cselekedett volna, ha most is nagyon egyszerű lenne, ha ezt csinálnánk. Nem lehet ezt csinálnunk. Minden európai kormány ebben a dilemmában van. A gazdasági válság is emberéletekben mérhető, meg nem született gyermekek, bedőlő vállalkozások, tönkremenő életek, tehát ezt az oldalát is mérlegelnie kell minden kormányzati döntéshozónak, és látjuk, hogy ez egy fontos különbség tavaszhoz képest, hogy nagyon sok, még nyugat-európai országban is, ahol azért sokkal komolyabb zárások vannak, például a óvodák, bölcsödék, alsó tagozatos iskolák, azok nyitva maradnak, éppen azért, hogy például sok helyen, tehát több helyen, mint tavasszal, ez azért van, hogy valamelyest az országnak a működőképessége fennmaradjon, hiszen ott otthon kell maradni a gyerekkel, nem tud menni dolgozni az ember, akkor leáll az élet. Tehát ez az egyensúlyozás, ez mindenhol megfigyelhető. Az a kérdés, hogy ezt az egyensúlyi állapotot jól be tudják elülni a kormányzatok. Szerintem eddig a magyar kormány jól egyensúlyozott a két szempont között. Most eljött az idő, amikor hogy jól egyensúlyozott arra, hogy mennyire bizonytalan és kiszámítatlan a helyzet. Orbánnál láttuk ezt egyébként tavaly is, március 13-án, amikor reggel hosszasan fejtegette a reggeli észosztásban, ugye a Magyar Rádióban mikrofonálvány előtt, hogy az iskolákat semmiképpen nem szabad bezárni. Minden rendben van, majd délután 5-kor bejelentett, hogy bezárja az iskolákat. Most is ugyanezt történt, és szerintem... Igen, egyébként ez érdekes, mert tényleg ugyanezt történt, tehát két nappal később. Befejezhetem a mondatomat? Most azt gondolom, hogy ugyanilyen felelőtlenség az, amit a kormányfő tesz, amit én megértek, tehát félreértés ne essék, csak most mire gondolsz felelőtlenségként? Arra gondolok, hogy a múlt héten, talán szerdai vagy csütörtök, most nem emlékszem, elnézést, az közelebb van, bejelentésekor mindenki tudta, a szakma is, a politika is, a fideszes politikusok is, hogy amit a miniszterelnök elmond, az nagyon kevés. Most ehhez képest, most csak annak a színigazgatónak a helyzetébe próbálom beleélni magam, aki egy hétig förgött azon, hogy hogyan tudja megoldani azt, hogy kiszedi az üléseket, szobrokat rak be a helyére. Tehát, hogy ezt azt gondolom, hogy igenis abba az irányba megy, hogy nincs a helyén a kormányfő és a kormány. Értem, hogy te érted. Gondolom, hogy azt szeretnék én szólni.
az ülés, csak azt mondani, hogy javaslok egy órát ide. Erről beszélek, hogy itt óráról órára változik a helyzet. Tehát a különleges tegnap csütörtök óta semmi nem változott. Hogy a parlament meghosszabbított, az is arról szól, hogy ez egy olyan jogosítványt ad a kormánynak, amivel egyik napról a másikra tud fontos kérdésekben módosításokat különféle rendeletekkel bevezetni. Ez erről szól, és amit a Gábor is mond, igen, múlt héten még Orbán Viktor és a kormány is próbálta tartani azt az egyensúlyi állapotot, amiről az előbb beszéltünk, a gazdaság és ugye a korlátozások közötti egyensúlyt, és most eljött az az időpont, amikor további szigorításokat bevezetni. Elég kapkodva jött el ez az időpont. Tehát egyik pillanatról a másik. Hát annyira kapkodva, hogy a szövegre vár mindenki, amely a közönyben megjelenik, és amely az évféltől érvényes szabályokat tartalmazza. Ez mindenhol így van a világon. Tehát amikor Franciaországban bevezették most a szigorításokat a második hullámban, Belgiumban, ott is Emmanuel Macron kiállt, és mondta, hogy pár nap múlva teljes lockdown, teljes bezárás lesz. Franciaországban, Párizsban rengeteg videókép van, hogy hatalmas, több száz kilométeres dugók alakultak ki Párizsban és a külvárosban, azért, mert az emberek rohantak vásárolni, a teljes. De én nem arról beszélek, hogy az emberek hogy reagálnak a leállásra, arról beszélek, hogy mennyire lát előre egy kormány, egy fokozatos leállás, lezárás. Franciaországban azért alakul ki hatalmas dugó, mert egyik napra a másikra teljes leállás jelentett be Emmanuel Macron. Ez a világon mindenhol így van. Jó, a világon mindenhol így van. A világon mindenhol úgy van, hogy egy alaptörvénymódosítást úgy adnak be a parlamentnek, mint ahogy ez ma Varga Judit által bekerült. Ugye megszavazta a előbb említett veszélyhelyzetről szóló törvényt a parlament, majd a következő pillanatban egyszer csak minden átmenet nélkül és előzetes nélkül egy alaptörvénymódosítás került a parlament elé. Egyrészt, hogy rögzítsem, hogy a világon, a világ jobbik felében egy ilyen helyzetben nem nyújtanak be ilyen típusú alaptörvénymódosításokat, ebben biztos vagyok. Tehát azt a helyzetet létrehozni, hogy bár alaptörvénymódosítást egy járványhoz beadni bármikor lehet, de egy járvány kellős közepén azt gondolom, hogy a legkevésbé ezzel kellene foglalkozni azoknak, akik bármivel is foglalkoznak, különösen nem ezzel kellene foglalkoztatni azokat, akiknek nem ez a dolguk most. Teljesen irracionális és elfogadhatatlan a kettőnek az összekapcsolása. Azt gondolom, ez ugyanolyan elterelés, mint annyi minden más egyébként, hiszen nyilvánvaló, hogy mi elkezdünk most arról beszélni, ahelyett, hogy arról beszélnénk, amiről szerintem most beszélnünk kell, hogy például fogalmunk sincs, hogy mi lesz holnap reggel. Egy kávéház üzemeltető barátom kérdezte, hogy ő például kinyithat holnap? Mert senki nem mondott erről még semmit. Holnap reggel, ő mit csinál? Az éttermek zárva vannak, ez a mondat. Igen, ez a mondat, de ugye hát mit tudjuk mi, és a büfé, tehát hogy én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen helyzetben valakik, szerintem kizárólag azért, hogy a figyelmet eltereljék, olyanokat, amiről tudják, hogy a magyar társadalomban alapvető megosztó kérdések, amiket ide hozta, az egyik egyébként szerintem egy végtelen nagy pofátlanság is, ugye ez a közpénz, mi a közpénz című kérdés. Az kerül be az alaptörvénybe, hogy a közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése. Tehát minden olyan, amit a magyar állam kihúz a közvagyonból, ami természetesen a közvagyon szerves része, az a továbbiakban alaptörvényre rögzítetten nem közvagyon. Nyilván ez visszamenőlegesen nehezen lesz majd értelmezni, de ezt is szokott menni. Hogy ne legyen kétséges, bocsássanak, hogy ne legyen kétséges, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról szóló, szintén az alaptörvénybe kerülő passzus következő kísérő mondata az, hogy a közpénzt meghatározzák, hogy micsoda, jelezve az, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány pénze az onnantól kezdve megkapta, nem közpénz. Ez furcsa. A két dolgot válasszuk szét, tehát itt nem a rendkívüli jogrenddel, vagy a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban, vagy összefüggésben nyújtották be ezt a javaslatot. Ugye ezt fontos hangsúlyozni, a járvány első hullámában azért ott azzal kapcsolatban is vita volt még a nemzetközi sajtóban is, hogy működik az országgyűlés, milyen ügyeket lehet ott tárgyalni. Szerintem ez azt mutatja, hogy ilyen javaslatokat benyújtanak, hogy működik az országgyűlés, ugyanúgy rendes eljárásban az ilyen kérésekről vitatkoznak a parlamenti képviselők, mi is bemegyünk dolgozni, te is vezeted a műsort, annak ellenére, mert koronavírus járvány van, működik tovább az élet, és más területeken is. Ezt kétségtelen, de elgondolkoztató, hogy miközben arról beszélünk, hogy a kormányzat milyen extra felhatalmazást kap a parlamenttől, azon közben a kormány egyik tisztségviselő egy olyan alaptörvénymódosítást nyújt be, amelyik a közpénz elbírálásáról szól. Miközben fideszes alapítványok milliárdokat, tízmilliárdokat kapnak magánkézben. Ahogy néztem, ez még friss hír, tehát nekem sem volt
alkalman tanulmányozni ezt a jogszabályt, tehát csak így első ránézésre, ahogy ránéztem, ezek ilyen tisztázó dolgok, tehát az, hogy egy család férfiból és nőből áll, szerintem az eddig is a magyar... Igen, ez a mondat is bekerül a tervek szerint. Egyértelmű volt, tehát ez egy ilyen tisztázó dolog, ami még inkább meg lesz erősítve. Ez a magyar kormány álláspontja, nem a magyar társadalom. Nem vagyok közgazdász, vagy közgazdász, nem tudom pontosan, hogy most a közpénzeknek a szabályozása hogyan zajlik, vagy mi a leírása, de nekem az első ránézésre ugyanúgy tűnik, mint hogy ez egy tisztázó dolog, hogy eddig is így tekintettünk rá, csak most az alaptörvénye van, és ennek van egy olyan jelentősége is, ugye, hogy Gyurcsány Ferencék megfenyegették nem is olyan régen a fideszeseket, vagy a jobboldaliakat, hogy ők kerülnek hatalomra, akkor nincs terenek, lesznek, nem is tudom milyen kifejezést használ. Aztán földön futók. És ugye földön talán, futók. Nem biztos. Ebben ugye van egy olyan is, hogy innentől kezdve kétharmados többséggel lehet ezeket a kéréseket módosítani, tehát ezeknek az intézményeknek, ezeknek a közintézményeknek a függetlenségét, autonómiáját lehet garantálni hát akkor erő... is, hogyha esetleg Gyurcsány Ferenc hatalomra jut. Egy mondatos választ kérek. Nem erről van szó, itt egy klasszikus lopásról van szó, az állami vagyont. Ezt még nem tudjuk. De tudjuk, mert már megtörtént. Gábor szerint minden lopás. Akkor, amikor a Matthäus Corvinus alapítványba kihoztak mondjuk vitorlásbázisokat, üdülőket, és 10 milliárdok nagyságrendű vagyon, akkor én szerintem közönséges lopás, és ennek a legitimációjára van szó, és nyugodt vagyok. Azt gondolom, hogy ez ennélkül is meg. Ennek a legitimálása folyik egy olyan időszakban, ami mögött szerintem az felsejlik, hogy lehet, hogy ma már Orbán Viktor, aki olyan nagyon biztos volt Trump győzelmében, lehet, hogy nem olyan biztos a saját győzelmében. Ugye azért van szükség ilyen típusú lépésekre, mert lehet, hogy nem marad mindenökké az, amit eddig láttunk. Én ezt egy ilyen jelzésnek is gondolom, mert egyébként ellentétben veled közgazdász vagyok, tehát azt kell neked mondanom, hogy az, ami itt folyik, magánalapítványokba kimentendő, vagy alapítványokba, amelyek magán jelleget öltenek most már, elvesztik közpénz jellegét. Ez azt gondolom, hogy az orcátlanságnak a legnagyobb teteje, és Gábor, azt gondolom, Gábor, hogy erről, ezt nem lehet másnak minősíteni. Úgy mondod, hogy egy olyan kormányban vettél részt, amelyik 2002 és 2010 között több száz állami tulajdonú céget privatizált és adta el külföldieknek. Én nem tudom, szerintem ez kicsit súlyosabb dolog. Nem gondolod, hogy a privatizáció és a lopás között van egy kis különbség? A privatizáció az valaminek a... A költségvetés hiány elszaladt, tehát nem is láttuk ezeknek a használatát. És akkor is nagyon sok esetben felelőtt. Egy dolgot tényleg érdemes tisztázni, tehát önmagában az, hogy privatizált az előző bármelyik kormány, ezt az Antal kormány is megtette, valamennyi kormány megtette, a Fidesz kormány is privatizált, egyébként 98 és 2002 között, az önmagában nem jelenti a lopás szinonimáját. Minden stratégiai ágazatban lévő vállalatot államosítanak. Érdekes, hogy akkor most Gábor a privatizáció. Szerintem az urak ezt folytathatják a stúdió előterében. Most köszönöm szépen a beszélgetést.